Köszöntöm a sajtok állapoztató résztvevőit, rendi csapat edzőjét, de irányítottam a jövékelően mérkőzés parancsra. Köszönjük gratulálok a hazai csapatok a győzelemhez, megérdemelték. Mérkőzés előtt voltak olyan dolgok, amiket megbeszéltünk, hogy mit szeretnék viszont látni. A csapatom hozzáállása, az akaratához azt tudom hozzáfűzni, hogy nagyon elégedett vagyok vele. Ezeket a dolgokat 70-80%-ban viszont láttam. Sajnos azokban a kritikus szituációkban még nincs akkora rutinunk, nem is sokan játszottak még NB1-ben, ebből a csapatból fiatalok vagyunk, hogy az a kis szikra, hogy átlendítsük, esetleg ott 3-ról 2-re jöjjünk, vagy 2-ről 1-re, kicsit a teret átrakjuk a hazai csapatra, az nem sikerült sajnos, buta hibák miatt. Összességében úgy gondolom, hogy vállalható volt a mérkőzés, voltak jó egyéni teljesítmények, dolgozni kell tovább, ahhoz, hogy még pontosabb, még precízebben tudjuk játszani, és a legkövetkező olyan számunkra rangadó mérkőzést, vagy mérkőzéseket, ott már pontokban is ez megmutatkozzon. Köszönöm szépen. Rendi csapat kapusa. Először szeretnék én is gratulálni a Turbónak a győzelméhez. A saját részemről csatlakoznék Danihoz, hogy fiatalok vagyunk, rutintalanok vagyunk, ez éles szituációkban kijön, eladjuk a labdákat, buta hibákat követünk el, de én azt gondolom, hogy méltó partnerei voltunk ma a Turbónak, és nincsen szégyenkezni valunk, mert küzdeni tudásból jól vigyáztunk szerintem. Köszönöm szépen. Hazai csapat vezetőedzője Bence József parancsoljon. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, és szeretnék gratulálni Bezőkövetnek. Én úgy gondolom, hogy az első fordulóban látottak után, ez egy lépést meg is sikerült nekik előre haladni. Én úgy gondolom, hogy az első fél időben csináltunk közel 6-7 olyan buta gyermetek hibát, amivel magabiztosabban mehettünk volna be a második fél időre. Sajnos ezek olyan fegyelmezetlenségek voltak, amiket nem engedhetünk meg se egy Mezőkövet, se egy Veszprém, bárkivel beszélhetünk, bármilyen csapat ellen. Ez nem fog beleférni a jövőben. Ezt is mondtam a játékosoknak. A második fél időben úgy gondolom, hogy bátran játszott nagyon a Mezőköves, de a védekezésünk nem volt olyan agresszív, ami ennek én szerettem volna. Sok olyan volt kaptunk, ami úgy gondolom, hogy elkerülhető lett volna, de a támadó játékunk az akadozik. Nyilván felkészülésünknek a nagy hangsúlyosabb részében a védekezésen volt. Dolgozunk tovább, és megpróbáljuk ezeket a hibákat kijavítani. Köszönöm szépen. Halmiszájnak. Először is szeretném gratulálni Mezőkövesnek, egy nagyon komoly mérkőzést játszottunk velük. Úgy érzem, hogy tudunk még ennél egységesebbek lenni és jobban játszani. Talán mi hoztuk föl őket nagyon sokszor a hibáinkkal. Volt egy időszak, amikor nagyon jó ki is használta ezt a Mezőkövest. Azon leszünk, hogy ezeket kijavítjuk, és következő ellenfél a meccs is lesz, és próbáljuk ki a Köszönöm szépen!